Ukrajna meghívása a NATO-ba szimbolikus üzenet lenne, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az Európai Unió tagországai állam, illetve kormányfőjének csúcs találkozója alkalmából adott sajtótájékoztatóján Brüsszelben. Az államfő szerint ez azt jelenteni az ukrán nép számára, hogy nincs egyedül. A fegyverek nagyon fontosak, de a legfőbb fegyver az, ha érezzük, hogy garanciáink és reményeink vannak, fogalmazott Zelenszky és hozzátette, hogy a NATO védelmi ernyőt jelentene Ukrajna számára. Elmondta, a meghívással azt üzenné a világ Vladimir Putyin orosz elnöknek, hogy Moszkva nem diktálhat új világrendet. Az elnök aláhúzta emellett a második ukrajnai békekonferencia fontosságát, amelyre, mint mondta, mindenképpen készülnek a nato történő esetleges meghívástól függetlenül. A háború gazdasági hatására kitérve figyelmeztetett, rendkívül fontos megakadályozni az orosz erőket abban, hogy nyersanyagban gazdag ukrán területeket foglaljanak el.